Október 14-én Komáromban tartották meg az idei Harmónia díját adó gálát. A szlovákiai magyar zenei élet legrangosabb elismeréseinek átadására szolgáló rendezvényen két szép Dunaszerdahelyi siker is született. A közönségdíjas 2023-ban Jánoska Tibor a Fortissimo együttes frontembere lett, aki az online szavazáson a legtöbb szavazatot kapta. Az idei Harmónia díjat a szakmai zsűri döntése értelmében az Operatrió vehette át. A népszerű formáció tavaly döntős volt a csehko Talent című szlovák televíziós tehetségkutató műsorban, a közelmúltban pedig a The Voice című magyarországi televíziós tehetségkutató műsorban szerepelt. A Kollár Katalin, Kovács Nagy Andrea, Keviszki Tünde összetételű trió, a Harmónia díjat több mint tíz éves munkája megkoronázásának tartja. Titkon bíztunk benne, mert egy nagyon azt mondhatom, hogy egy, egy olyan év áll mögöttünk, ami, ami, nagyon mozgalmas volt, és, és, nagyon sok minden történt velünk. megünnepeltük azt, hogy tíz éve vagyunk együtt, hogy tíz éve énekelünk együtt. Televíziós műsorokban szerepelhettünk, amit mondhatjuk, hogy számunkra nagyon nagy öröm volt, siker volt, és, és tapasztalat szerzés volt, és gálaműsorokat szerveztünk, gálaműsorokkal ünnepelhettünk az idén. Minden ilyen elismerés, akár a közönség részéről, és most, hogy ilyen szakmai elismerésben is részesülünk mindig egy új lendületet ad, hogy, hogy igen, tovább, érdemes tovább csinálni, és, és valami olyannal foglalkozni, és olyan, olyan új dolgokat is kitalálni, és megpróbálni egy új, új irányba megint haladni, ami, ami nem csak számunkra lesz érdekes, hanem, hanem talán a közönség számára is.